Zsivócki a labda mögött, újpesti szabadrugás az első percben, Zsivócki lövés, bravúros védés, Zsivócki lövése irányt változtatott Farkas fején, végszépen hárított. Újpesti szabálytalanság után szabadrugáshoz jutottak a vendégek, Rugovics a labda mögött, Barraivel, Virág veszi le középre, gól! Kotár nem tudott hibázni, annál inkább az újpesti védők. Virág szépen veszi át a labdát, beével Plotár kapásból lő, 1-0 vezet a Rábaetó. 20. percben járunk, Rugovics a labdával, egy szép csel, még mindig nála a labda, középreivel, egy szép fejes Plotár részéről, centiméterekkel került el Brockhauser kapuját. Hosszú előreívelés, Eszenyi fejeli tovább, Cigánnál a labda, bal oldalon, mindig nála van, lövéshez készül, azonban nem rúgja el középrével, Weber, és bent a labda állóban. Vég nem sokat gondolkozott, egyből lőtt, Cigántól kapott szép továbbítást, és Vég mellett a jobb sarokba rúgta az egyenlítő gólt, 1-1. A győriek végezhetnek el szögletrugást. Felszabadítanak az újpesti védők, Vég azonban elcsípe a labdát, szép cselekkel tör középre, visszagurít, egy lövés, messze elkerült az újpesti kaput. Az első félidő végeredménye 1-1. A második félidőben az újpestiek kezdtek jobban, Szabó a labdával a bal oldalon, visszagurít Ruboldnak, Rubold tovább Weberhez, lövés! Szépen csinálta az újpesti játékos. Vég a labdával, 19 perc telt el a második félidőből. Hatalmas kirugás. Csertőinél a labda, tovább gurít. Rugovics jön, és gól! Brockhauser és az újpesti védő csak statisztáltak ennél a helyzetnél. Csertői nagyon szép labdát adott Rugovicsnak, aki egyből lőtt, 2-1. Tomka, Eszenyi csúsztatja tovább, Ruboldnál a labda, ő tovább középre, Miovec a jobb oldalon, visszagurítja Weberhez, Weber középre, ott a helyzet, gól! Szabó volt a gólszerző. A győri védők egyedül hagyták őt bent a 16-oson belül. Egy szép támadás végén Weber távolt Szabóhoz, aki Vég mellett megszerezte az egyenlítő gólt, 2-2. Lendületben a hazai gárda, Tomka vezetgeti a labdát, előre gurít, Eszenyinél a felező vonalnál, Bognár kilökte őt a pályáról, Eszenyi mérges. Nézzük, Huták játékvezető, hogyan látta a helyzetet. Piros lap, kiállította Bognárt. Zsivócki kap labdát. Rugoldhoz továbbít ő vissza, megint Rubold, felnéz középreivel. Weber a labdával lövés, szép megoldás. Egy középre gurítás, Eszenyi előtt a helyzet, és egy bravúros végvédés. Huták lefújja a mérkőzést,